tudjuk, hogy nem vagy egy nagy kávé, és mit szoktál fogyasztani, amikor a srácokkal beültök valahova? Általában kólát, vagy vizet, de nem szoktam kávézni, ez tény és való. Kivel szoktad a legtöbb időt tölteni a csapatból ilyen összeüléseken? Hát nyilván a legjobb viszonyom általában a magyarokkal van, mindig az aktuális magyarokkal, akik a csapatban vannak, de amúgy sokat vagyok a Gásival is, mert vele már 10 éve együtt játszom, még Cejébe is, Laugéval, Mahéval. Egyébként az egész nagyon jó a csapat egység, tehát sokszor van az, hogy szinte az egész csapat eljár valahova, vagy átmenjünk valakihez egy kerti partira, sütögetésre jó idő van, vagy összeülünk nézni egy NFL meccset, egy NBA meccset, úgyhogy gyakran vannak ilyen programok. Mit csinál Lékeri Máté, amikor igazán lazít? A gyerekemmel, a családommal vagyok. Játszottak általában játszótéren? Így van, játszótér, vagy kirándulunk, a gyereknek van egy... Ha megkérdezem, hogy megyünk kirándulni, hova szeretné, a templom. Tehát valamiért a templom a becsípődése, úgyhogy az összes templomot itt a környéken már meglátogattuk, és nagyon szereti őket. Igazi kultúrember akkor. Az. Iker, a horoszkópod mennyire jellemzőek rád ezek a jegyek szerinted? Hát, tehát két arcú vagy a... Egyébként nagyjából szerintem igen, tehát nagyon hamar meg tudok unni dolgokat, nagyon csapongó vagyok, hogy egyik témáról a másikra, vagy egyik dologra a másikra ugrálok. Ez igaz rám, a többi specifikus stílus jegyet azért nem tudom az ikreknél, de ez biztos, hogy igaz rám. Hiszel ebben egyébként szoktad? Nem, de ez tényleg igaz egyébként. Tehát elolvastam valamikor még annó, hogy mik a jellemzői, és ez igaz rám, ezt belátom, de amúgy nem nagyon hiszek a horoszkópokban. Budapesten nőttél fel, milyen az élet itt Veszprémben, hogyan tudod ezt a változást menedzselni? Igen, én Budapesten nőttem föl, de édesanyám ajkai, ő ott született, és ott is élt 17 éves koráig, ő atlétizált. Nagypapám is ajkai, nagymamám mai napig ajkán lakik, úgyhogy nekem azért van kötődésem ide a környékhez. Kiskoromban rengeteget jártam le a nagymamámhoz, Szigligetre a nagypapámhoz. Voltam sok Veszprém meccsen, még a március 15-i csarnokban, tehát én azért valamennyire kötődöm ide Veszprémhez. Plusz ugye most már itt élek 8 éve, és én nagyon szeretem, a feleségem is veszprémi, a gyerekem is ide született, úgyhogy én nagyon szeretem Veszprémet. Nyilván teljesen más, mint Budapest, de mind a kettőnek megvan a maga szépsége, és én nekem az otthonom lett, mondhatom azt, Veszprémben nagyon szeretek itt élni. Milyen zenét szeretsz? Nem vagyok egy nagy zenehallgató, megmondom őszintén, de hogyha már, ha mondjuk bulizni kell, akkor nyilván a magyar retro zenékre, mint minden magyar, de nem vagyok egy nagy zenefogyasztó. Most már rájöttek el, hogy igazából ki csinálja a zenét az öltözőben, mert itt hallottunk már a Mahétól elkezdve mindenkit, szinte mindenki azt mondja, hogy én, persze én, de gyakorlatilag ki az, aki a legtöbbet teszi ebbe a listába? Hát ez úgy van, hogy a kondiban, meg a meccsről szoktunk ugye zenét hallgatni, főleg a kondiban két csoportba edzünk, én az egyik, tehát négy csoportba edzünk és kettő-kettő csoport. Amikor én vagyok a kondiban, abban a csoportban se a Mahé nincs benne, se a nem tudom ki, akkor általában én rakom. A meccs előtti bemelegítés, vagy az öltözőben lévő zenét, azt is általában én rakom, de igazából ez csak azért van, mert egyébként senki nem akarja rakni. Tehát, hogy nincs egy kimondott, mint mondjuk régen a Roli volt, hogy a DJ Mikler, nincs egy kimondott ilyen zenefelelő, és tehát inkább csak berakunk valamit, aztán szóljon. Ha nem kézilabdáznál, akkor QB vagy futó lennél? Hát QB egyértelműen, hát futónak nem is lennék jó szerintem, nem mintha quarterbacknek annyira jó lennék, de és azt se gondolom, hogy Magyarországon biztos amerikai fociznék, de hogyha el kettő közül kell választani, és mondjuk Amerikában egyetemen játszanék, akkor biztos, hogy QB lennék. Honnan jön ez az amerikai foci őrület nálad? Hát ez már nagyon régen, megmondom, hogy az első meccs az még egy New England Philadelphia volt a Sport TV-n, egy Super Bowl, akkor csak Super Bowl-t adott, azt hiszem, a Sport TV. Azóta követem egyre jobban talán mondhatom az NFL-t, és nagyon szeretem, megmondom őszintén. Attól függetlenül, hogy az én csapatom, az Indianapolis Colts jó pár éve azért nem ért el nagy sikereket, de nagyon szeretem, és tetszik a sport, és hát régi vágyam elmenni egy mérkőzésre. Londonban már voltunk, azt is a csapattársakkal, de azért Amerikában biztos egy más, egy, mondjuk egy Lambeau Fielden egy mérkőzés. Jön a tavasz, leporoltad már a biciklidet? Igen, szerintem, hogyha most már húzamosabb ideig jó idő lesz, akkor lehet, hogy lerakom az autót és bringával, vagy rollerrel fogok járni edzésre. Milyen túrákat szoktál csinálni, már felé szoktál biciklizni, hogyha nekiindulsz itt tavasszal? Hát ugye a kézilabda mellett azért sok időnk nincsen, meg azért elég el is fáradunk, tehát heti két meccs szinte mindig van, ha nincs is, akkor meg rengeteg edzés, de nyáron voltunk például tavaly a Dimével, meg a klub egyik alkalmazottjával a bringatúrán, itt a Tihany, Füred, Almádi, stb.
kilátókat meglátogattuk, hogy nagyon jó volt, úgyhogy én szeretnék még menni továbbra is, de ez erre csak nyáron lesz, nyáron tudok sort keríteni. Ha a kézilabdáról beszélünk, mit vársz ettől a szezontól? Hova juthat el a Veszprém? Mit vársz magadtól? Hát ugye ilyenkor szokták mondani, hogy most jön a money time, tehát hogy amikor minden eldől, tényleg ezekért a meccsekért küzdünk egész szezonban, hogy oda kerüljünk, és hát nyilván mindig ugyanaz a cél a szezonban szerintem a Veszprémnek, hogy mindent megnyerjen. Kezdhetjük az első kupával, ugye se a ligát megnyertük össze, de azért általában a tavaszi kupák fontosabbak, úgyhogy bízom benne, hogy nyerünk. Magam részéről meg azt, hogy a sérülésből kilábaljak, és a csapat segítségével legyek, és minden jobban játszak. Pizza vagy hamburger? Pizza. Mozi vagy otthoni filmezés? Covid előtt vagy Covid után? Covid előtt a moziba, Covid után, azért most már inkább otthon. Wellness vagy bicikli? Biciklizés. Medence vagy tenger? Medence. Elektronikus zene vagy hip-hop? Elektronikus zene. Sör vagy bor? Egyik se nagyon, de akkor már talán inkább bor. Ananász a pizzán? Igen vagy nem? Borzalom. Akciófilm vagy vígjáték? Legyen jó film, ebben nem tudok dönteni, de bármelyik is a kettő közül legyen jó. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen!